A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Kamaré Club Podcast. Hát lát a szíveim! Mindenkinek kusszantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne az úgy! Mostantól minden pénteken este 8 órától várlak benneteket kabaré jeleneteimmel, annak, akinek nem elég 5 perc. Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már? Tessék kiszállni! Nem vas edény! Nem, tegye le! Mert ezt a szértéket őrizzük nektek. Mibe tartották a nyilat? Tokja volt tisztelt, nem tudom, emlékszem. Persze, az ofot értó kapta. Nem. Mibe tartották azt a rohadt nyilat, már mondja már. Na, meg. Hát ez a... Kopasz, tegez! Cseszki, akkor se tudom, na! Szeptember másodikától minden pénteken Kabaré Club Podcast a YouTube-on. Military control United States. Well, we are here in Hungary, Soviet Union, Czechoslovakia together. Army control, time is over. Coordination point, control 747109, over. Bakony Polishka, yeah. 213 are the Sterol and Chesnek. Yeah, what, we can say intercontinent ballistic rockets, hand granate, Mr. Kalashnikov, Stalin Orgona, and certainly Molotov cocktail. We have here nothing in COCOM list. Does it with the fondling and hurt the savior? Excellent time. Mi van olaj bogyó? Mit tudósol itt jó ember? Kelemen főad, nagy vizsgáló előjáró. Mi az az ébetű a sapkádon, kis ember? Vaddiba ősbe vagy te? Mi az az ébetű? I am Major MacArthur from United States Military Control. MacArthur. Várjál, kisgyerek, ne add aljál, egy büdös szót nem értek ebből az egész. Hogy áll itt előttem? Tegyél a lábát, hogy a vakondok agyászkódást kapjon. I am MacArthur, MacArthuring. Őthez csapnak, mint Luther a tintatartó, te. Second fun. Yes, sir. Mi a MacArthur? Kelemen főad nagy vagyok, mi a pálya? Yes, sir. Mi van megkegő? Hol a kell? Volt nekem egy kecském, tudod-e? Milyen? Yes, sir. My actor makes milyen it fine. Milyen sző? Ne magyarázzál. Szíloránként borotválkozom. Előjárók vannak. Can you tell me, please, where can I telephone to Washington? I must telephone, please. Can you help me? Telephone. Ne legyél szemét, mert menj a bokorba, telefonálj. Excuse me. Sir, Mr. Pinatora, please, can you tell me how many... Nem értem, ez milyen tájszólásban bekeg maga jó ember. Bevonultak reggel Kisvárdáról a Dakoták, azt se értettem, de pláne. I am from United States of America. How much rakéta is to pray? Rakéta? Ez pólió, ez nem sietecsén. Csi semmi gond. Várjál, nagyember, add ide a bekegő csak, ide a főad nagybácsinak. Figyelj már. Ezt nem értem, ezt jelentem, ezt nem értem. Átállok a Kossuthra, várj. Halló, sasmadár! Itt Sárgarigó. Őnagyártás, jelentem, kémet fogtam. Rettenetes ruhában vagy olajbogyó harci sapkában. Itt, nincs oda. Értettem, amerikai megfigyelő. Húj. Ez valami titkos nyelven visszafele beszélt. Leöntöttem egy tintával, úgyse értem. Értettem, kérek engedélyt bocsánatot kérni. Ja, vége. Figyelj, jó ember. Hogy is mondjam? Izvinyítje minya. Jézus Mária, ez meleg volt, ha nem figyelek oda, megnyerjük a harmadik világháborút. Apokaliptikus esőzések után végre megérkezik a nyár. Elemér bácsi számára az első nyugdíjas nyár. Örül is neki, meg nem is. Jó, hogy már délelőtt 9-kor lemehet a non-stop elé sakkozni. A non-stop előtti kukát letörlik, arra kerül a sakktábla. Nem akármilyen kuka ez.
Az oldalára üres horpat konzervdoboz van drótozva, ez a hamutartó. A fogantyújába meg pont belefér a sörös üveg. Multifunkcionális. Mosolyog szelíden Elemér bácsi ezen a napfényes hétfő délelőttön, és puhán végig simít a szívének oly kedves hulladékgyűjtő objektumon. A körmérkőzések 11:30-ig tartanak, akkor mindenki hazatér ebédelni, de 13:30-kor már újra a kuka körül csoportosul, vagy tucatnyi férfi. Elemér bácsi ma nagyon nagy formában van. Reggel óta nem talál legyőzőre, pedig már a szomszéd lakótelepről is jöttek át kollégák. Egyik zöldüveges kőbambit issza a másik után, az agya ezüstálcán hordja elébe a jobbnál jobb ötleteket, cseleket, figurákat. Lassan 19:30, de Elemér bácsit nem lehet megverni. Az utolsó parti után non-stoppos Feri összecsukja a saktáblát, a kukát a bolt rácsához láncolja. Non-stoppos Feri Közép-Európa egyetlen olyan non-stop üzletének tulaja, mely nevét jelentősen meghazudtolva este 8-kor bezár. Már majdnem teljesen sötét van, mikor Elemér bácsi felér a 7. a lifttel. Olyan erősnek érzi magát, hogy legszívesebben nem is kulccsal nyitná ki az ajtót, hanem egyszerűen ököllel beverné. Megízlelte a szabadságot, s most már semmiért sem adná. Kinyitja a hűtőt, disznó sajtot vesz elő, meg egy üveg kőbambit. Le akar ülni az asztalhoz, de mellé ül a széknek. Ekkor érkezik a konyhába Mancika néni. Te Elemér! Hát a részem vagy! Mondja Mancika néni, nem is felháborodva, inkább gyermeki csodálkozással. Elemér bácsi már nem fél, túl van minden félelmen, csak a szabadság érdekli, semmi egyéb. És csajom is van. Készíti ki Elemér bácsi kaján vigyorral a konyhai linóleumról Mancika néni helyzetjelentését. Micsoda? Szörnyülködik Mancika néni, aki nem érti, mi történhetett az ő rendes urával. Hallottad, csajom? Mondja flegmán Elemér bácsi. Különben, ha már itt tartunk, akkor elárulom, soha se szerettelek téged. Ha nem esel teherbe a kotélen, hát sose vettelek volna el. Mancika néni bőgni kell. Hat év boldog házasság után nem ezt érdemli, legalábbis ő így hiszi. Alig kap levegőt sírás közben? De kíváncsisága mindennél erősebb. És ki az a nő? Majd bolond lennék megmondani. Válaszolja Elemér bácsi! Elég neked annyit tudni, hogy néger és baromi előkelő hölgy nem olyan falusi liba, mint te. Ordítja Mancika néni, és várja, hogy megbánja a szitkozódást. Ám maga is meglepődik, mikor rájön, hogy semmiféle bűntudata nincs. Inkább, mintha a boldogság áradna benne szét. Hogy végre megmondta, amit gondol. Mancika néni rácsapja az ajtót. 46 éve először! Elemér bácsira, és bezárkózik a kis szobába. Elemér bácsi még 3 kőbambit vesz ki a hűtőből, elnyúlik a kanapén, koszos cipőjét felrakja a karfa tiszta kárpitjára. Vad akciófilmet néz, és mikor a sörök elfogytak, még azt a konyakot is felbontja, amit az unokája keresztelőjére rakott félre évekkel ezen. Na gyere ide. Lassacskán elhal a szipogás a kis szobában, és Elemér bácsi is alig tudja már nyitva tartani a szemét.
lelövi a távirányítóval a tévét, olyan laza mozdulattal és könyörtelen arccal, ahogy John Wayne tüzel a Rio Bravo-ban. Aztán befordul a fal felé, inkzsebéből a szíve fölül előveszi a sötét királynőt, megcsókolja, és szerelmesen búgva ennyit mond neki. Kedvesem, most már szabadok vagyunk. Köszönöm szépen, sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Jó estét kívánok. Valóban tanár vagyok. Ma fogadó óra volt, és bejön egy szülő, mondja nekem, hogy jaj, jó napot kívánok, tanár úr, már nagyon régóta kerestem tanár úrat, azon, hogy Marsalkó Dávidnak vagyok az apukája, és hát tanár úrnak tényleg tanár úrat nagyon kedveli Dávid, hogy tényleg annyira szeret, olyan sokat mesél róla, hogy tényleg mondjon már valami tanár úr. Tényleg én nagyon szeretem Dávidot, tényleg egy jó képességet, hát kicsit eleven, de egyébként tényleg ilyen voltam én is valószínű diákként, és évvégén majd szeretném vinni versenyt. Jó, tanár úr, nagyon jó, majd érettségi után én asztalos vagyok, és akkor majd valami konyhabútot összeítünk, de nem akarom semmi, mint a tanár úrat befolyásolni, hogy tényleg nagyon. Kimegy a szülő, nézem a névsort, hát kiderült, hogy nem is tanítom. Nem tudom, megvan-e nálunk, most pótérettségi van az iskolában, és elég sok gondot jelent a bombariadó, hogy betelefonálnak, és akkor tényleg nagy macera, úgyhogy kitaláltunk most egy új módszert erre, hogy ezt megelőzzük, nem vesszük fel a telefont. Ki van húzva, és akkor kész. Hát igen, egy pedagógusnak azért nem könnyű ajándékra gyűjtögetnie. Hát egyébként jutalmunk van, az ilyen differenciáltan van. Hát attól függ, hogy az igazgatónak a tacskóját ki mennyit sétáltatta az elmúlt tanévbe. Hát az a helyzet, hogy én még macskától is félek, szóval eléggé hátrányos helyzetben vagyok. Az a lényeg, hogy minden bevételi forrást megpróbálok megragadni, és figyelmes lettem egy hirdetésre, ki volt írva, hogy szeretne keresni 2 óra alatt egy pizza árát. Ó, hát mondom, tökéletes. És ki volt írva, hogy egy helyi tornaterembe kell jelentkezni délután 5 órakor. Oda mentünk, összegyűltük olyan 10-12-en, egyszer csak jött egy emberke, 2 táska volt nála, kicizározta az egyiket, ilyen kézilabda mezek voltak benne, és mondta, hogy na hát akkor be kéne öltözni ilyen kézilabdásnak. Beöltöztünk kézilabdásnak, hozott labdát, és akkor mondta, hogy úgy kéne csinálni, mint hogyha kézilabdáznánk, akkor dobáljuk, akkor ki a center, akkor innen büntető, stb. És egy ilyen komoly fényképező volt nála, és azzal fényképezett, jött, ez ment 5-től 6-ig, 6-tól 7-ig meg mondta, hogy focizni kéne, beöltöztünk a labdarúgónak, ott fociztunk, jó, akkor innen szöglet, onnan szöglet, fényképezett, stb. De gondolkoztam, hogy mire mehet itt ki a játék, hát arról volt szó, hogy ilyen uniós támogatást vett fel azért, hogy helyben megalakítja a kézilabda és a labdarúgó szakosztályt. És ez az elszámoltatáshoz kellettek ezek a fotók. Most tudják, mi a legdurvább? Hogy kupát is hozott magával. Kézibe 3-ak lettünk. Így ment végig, fotózott, bronz, fociba meg 2-ok. Mindenki fotózkodott vele, aztán így megkérdeztem tőle, hogy hát figyelj már, hát akkor miért nem aranyat hoztál? Hát figyelj már, az túl feltűnő lett volna. Tényleg érdekes a gyerekek ajándéka, így azt szoktam nekik mondani, hogy gyerekek, ne költsetek, én azt szeretem, amit ti készítetek a saját kezetekkel, úgyhogy egy ilyen köszönet nyilvánítási csokrot kaptam tőlük, amiben egy név nélkül megköszönték az előző tanévet. Hát ilyenek voltak benne, hogy köszönöm, hogy anyának nem mondta el, hogy cigizek, köszönöm, hogy 1-8-ra megadta a 2-est, köszönöm a tanár úr jó kedvét, köszönöm a humorát, tényleg köszönöm, és a legvégén köszönöm, hogy kimehetek WC-re. Az, hogy tanár lettem, az nagyban befolyásolta az is, hogy úgy érdekelt, hogy miről beszélnek a tanárok a tanáriba. Olyan misztikus dolog volt, hogy oly, biztos a kovalens kötés, biztos arról, hogy hol lehet Petőfi, meg Radnóti, hogy írta ezt a verset, stb. Hát nem erről van szó. Most például ilyen karácsonyi... Te Irénke, te figyelj már, te hogy állsz a karácsonyi ajándékok? Jaj, Edit, nekem ne is mondta, én még nem állok sehogy, pedig már tavaly is úgy megfogadtam, hogy megveszem előre, erre nem állok sehogy, de egyébként meg megbeszéltem az egész családba, hogy a pedagógus fizetésből nem jut ajándékra, úgyhogy nem veszünk senkinek ajándékot. De mit csináltak a sogromik? Eljöttek 2 nagy csokorra. Jó, hát mondjuk ők megtehették, mert ők Németországban megvették. Ráadásul tudod, mit csinálnak? Ide jönnek, viszkit kér. Ha meg én elmegyek hozzájuk, akkor meg jó, ha kapok egy málna szörpöt. Szóval én ezt így nem fogom tovább csinálni. Itt van Irénke, ő is hallja, nem baj, hallja is, mert ő meg visszamondja neki, de direkt azért mondom, hogy mondja is vissza neki. A másik nagyon érdekes beszélgetés, amikor
Jaj, te Edith, én nem tudom, de én olyan álmos vagyok, te, de én olyan, én nem tudom, te, én már két kávét megittam, de én olyan, te is, én nem tudom, de én már három kávét megittam, te, én bementem a tid, de én olyan álmos, te is álmos, én olyan, te, Viktor, te is álmos, de biztos, hogy álmos vagy, csak nem látszik, de én olyan álmos, jaj, te, én egyszerűen nem tudom, hogy a levegőben van valami, vagy ettünk, vagy nem tudom, hogy lementünk a büfébe, és akkor ott le, de én olyan álmos vagyok, te egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mit, csak egyszer jönnék rá, hogy milyen álmos, egyszerűen nem tudom, Viktor, legyél már te is álmos, akkor én is álmos vagyok. Hogy ne lennék álmos? Én is álmos, sőt, nagyon álmos vagyok, pedig 10 kávét megittem, és álmos vagyok, Editke néni. Anyukám tavaly karácsonykor azt mondja nekem, hogy szereti Teréz anyáskodni, tényleg mindenkivel így jót tenni. Azt mondja nekem szenteste, hogy figyelj már, Viktor, hát itt van a plébános úr szenteste, hát milyen rossz neki, hogy egyedül van, hát hívjuk már át is, akkor itt családon belül tudunk egy kicsit facsorázni, egy kicsit beszélgetni vele. Át is hívtam a plébános urat, hát már ott ült vagy 4 órája, már úgy nézegettük is az órát, hogy lassan most már mehetne. Egyszer csak azt mondja, hogy jaj, ne haragudjon már, de most már elköszönök a Fülöp családtól, mert a testvéremet meg ott hagytam egyedül, hogy ne legyen már egyedül. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, egy boldog karácsony kívánok, köszönöm szépen. Amikor híre ment, hogy az ORTT, Országos Rádió és Televíziós Tanács, panasz bizottságához precedens értékű beadvány érkezett, miszerint a testület által hozott határozatok értelmében az Egri csillagok című film a brutális jelenetek miatt teljesen alkalmatlan arra, hogy a magyar televíziókba levetítsék, én éppen Törökországban tartózkodtam a helyi ORTT meghívására. A török ORTT eléggé ismert szervezet, Isztambul egyik elővárosában a helyi elmegyógyintézet zárt osztályán működik, és ilyen minőségében mély és gyümölcsöző kapcsolatokat ápol a magyar ORTT-vel. Elnöke, aki történetesen egy nő, érdekes jelenség, ő az árka társaival ellentétben nem Ali Pasának vagy második Szolimán szultánnak szólítatja magát, de egyenesen azt tartják róla, hogy annak idején még Medinában ágyasa volt Mohamed profétának. És ebből kifolyólag erős késztetést érez arra nézvést, hogy kézben tartsa az egész török televíziózást, ideértve a képernyő különféle sárga félkarikákkal és egyéb népi motivumokkal való ékesítését is. Az elnök asszony egyébként rendre lefátyolozott arccal jelenik meg a bírósági főtárgyalásokon, és amikor nincsen éppen félúton a hét torony és a nagy sárga ház között, akkor hobbi kertészeteket vásárol, amit aztán 55-szörös áron ad tovább a török állam valamelyik privatizációs vállalatának, ők egyébként szintén az árt osztályon székelnek, amiben legkevésbé a proféta talál kivetnivalót. Nem véletlen, hogy a testület kiválóan működik, és teljességgel betölti a hivatását. Mindezt csak azért mondom, mert hamarosan elkészül az Egri csillagok török változata is, ami viszont tökéletesen megfelel a török ORTT előírásainak. Amíg a magyar Egri csillagokban nincs bemutatva az ORTT határozatának megfelelően, hogy például a várfalról lezuhanó áldozatoknak mi lesz a további sorsa, csak egy pillanatra mutatja őket a kamera, tehát öncélúan, és az a gyereket megállítja a fejlődésében, addig a török változatban a forró vízzel, szurokkal és gulyáslevessel leöntött janicsárok nakszollal fújják be magukat, a film vége felé pedig sorra bukkannak fel a füredi szívkórház parkjában, és a körorvosi felülvizsgálatokon persze érvényes tajszámmal a kezükben. A gulyáslevessel kapcsolatban egyébként megjegyzendő, hogy a török változatban a két nép eltérő vallási és étkezési gyakorlatára való tekintettel a hős egri nők halászlékockával és dobozos kaporszósszal dobálják meg a felfelé kúszó ellenséget. Ami viszont a film végét illeti. Cecei Éva és a török asszony a csata végén a vár kapujában nem cseréli ki gyermekeiket, hanem előbb Jumurdzsák ügyvédjének kezdeményezésére a megyei gyámügyi hivatalba sietnek, ahol az apa nemi hovatartozásának megállapítása, valamint a szükséges környezettanulmány elkészülte után javaslatot tesznek a gyerek megnyugtató elhelyezésére.
Ez a fellebbezésekkel együtt úgy körülbelül 200 évig tart. Közben a felek a tévé reggeli műsoraiban heti rendszerességgel lebuzizzák, felpofozzák, majd újra feljelentik egymást. Igaz, ezen közben egyetlen egyszer se jelenik meg a képernyőn Sárga Karika. Összeesküvés elméletekről szeretnék beszélni, úgyhogy mindenkit nagyon kérek, ne röhögcséljük el, mert komoly dolgokról lesz itt szó. Egy. Azt régóta gyanítjuk, hogy a baloldal pénzeli a szélső jobbot. Én rájöttem, hogy Budaházi György valójában Kovács László avatárja. Mondom, hogy ne röhögjük el. Ki látta az Avatar című filmet, mert különben nem tudunk tovább menni. Jó van, viszonylag sokan. Jó, most a rádióhallgatók jelentkezzenek. Jó, tudnélik az van, hogy most olvastam, hogy a Mágnás Miskát nem tudta még nézettségbe megvenni a magyar mozikban az Avatar. Minden más filmet letarolt, a Mágnás Miskát még nem. Ezen könnyen lehetne segíteni a két film fúziójával. Tehát a Csiribiri-Csiribiri kék dolmány. Itt élünk a Pandórán. És így képzeld el Latabárt, hogy hülye vagyok, ezt belátom, de íme ő az avatárom. De ha büszke vagyok, kérlek, hogy kettőnk közül ő a kékebb, és akkor mehetne a móka. A másik, szerintem Mesterházi Attila azért vágta le a bajszát, pontosabban egészen ideig azért viselt bajszot, hogy most tudjuk, hogy az óriás plakáton miért kell neki rajzolni. És aki így az önkéntes óriás plakát dekorálók alól a legjobban kihúzta a talajt, az Bokros Lajos. Tehát az ő arcával már nem tudsz mit csinálni gyakorlatilag, már maximum egy bivircsók vagy egy kalosszel. És ilyen rejtjelekben beszélnek, hogy Tobin Adó, azt majd Frodo fogja kivetni Mordorban valószínűleg. Meg svéd modell, a nyugdíjasokat ezzel a svéd modellel kábítják, hogy nyugi papa tudja, milyen lesz a svéd modell? Nem! Hát ilyen 190 magas, szőke, nagy mellő. Akkor jöhet, akkor vezessük be. Aztán, most átsuhant az égen február 28-án éjjel egy csillag egész Magyarország fölött, amit még a radarok se észleltek, és azóta állítólag megérkezett a három királyok Morvai Krisztinához. Komoly dolgok ezek. Úgy lesz, hogy választások, és rá egy hétre húsvét. És innen gyanítom, hogy a szálakat valójában a Magyarok Nyulai nevű titkos szervezet tartja kézben, akik egy ilyen délegyházi tenyészeten szövögetik Fondor terveiket. Ha nem nyerünk, mindenkinek teleszarjuk a kertjét. Tizoltóknak pedig elkapjuk a répáját. Egyébként most Hollandia be akarja tiltani az állatos pornót, csak szólok jó előre. Én se engedem a kutyámnak, hogy nézze. Tehát amikor egy ilyen rettenetes nagy délszaki ember elkapja azt az aranyhörcsögöt, nem jó látvány az. De mert Hollandia állítja elő a világ állatos pornájának 80%-át. És képzeld el, ahogy a holland parlament összeül. Azt képzeld el, gyerekek, ma két napi rendi pont lesz. Az egyik az állatos pornó, a másik, hogy ti is látjátok ezt a repülőnyulat itt a kupolában. De hát nem lehet, ugye nem lehet marihuánázni ilyen helyeken, mert füstjelző van, úgyhogy ide sütit kell vinni. Azzal meg azért kell vigyázni, hogy szétnehagyd a morzsákat, mert ilyen nagyon vidám hangyák fognak másnap szaladgálni a placon. És ami hát marihuána nélkül is megadja az érzést, az az űrséta. Ezt most azért vettem elő, mert az Endeavour sikeresen visszatért a földre, bár volt egy kis bibi, és csináltak űrsétát. És azért tudjuk, hogy mi az az űrséta, azért ez nem az a klasszikus séta. Hát először is sehol egy pad. Sehol egy fa. És így milyen, hogy bejelentett, hogy na kimegyek sétálni, jó szemetet vidd már ki, légy szíves. És öltözd föl rendesen, igenis. És ne állj szóba idegenekkel. És tudod, kilépsz, és így már az űrhajó ajtóban egy ilyen teszkós újság így begyömöszölve.
Na, és téli olimpia is van. Utána olvastam a dolgoknak, a síelést azért találták föl, hogy a sílécek megkönnyítsék a közlekedést. Hát nem tudom, például autót vezetni nagyon rossz benne. Na, és ott van a bobozás. A bobozással a szakmai ártalom a baj. Tehát, hogy ha megkérnél egy bobost, elakadnál a hóba, és megkérnél egy bobost, hogy segítsen már megtolni a kocsit, hogy valószínűleg azt mondja, hogy kettőt tolna rajta, és már bennülne a hátsó. Viszont én a magyar bob csapatot vagy konyhás nénikből állítanám ki, tehát ez a disznósajt vádli, amelyik egy olyat lök a bobon, hogy hihetetlen, vagy pedig 8. kerületi autótolvajokból, nem ez a tojat, vigyázzon! Ott egy baj lenne, hogy elindulna a stopper, és ők a 3. percnél még mindig a rádiót szerelnék ki a bobon. Hát sehogy se kapcsolódik a téli olimpiához, de elmondom egy nagyon megrázó élményemet. Múltkor elmentem egy kortárs múzeumba. És a kortárs múzeumban a legnagyobb, tudod, ilyen installációk, hipermodern, kortárs, őrület. És a legdurvább, amikor a terem kötelező felszereléseként elhelyezett poroltó előtt ott áll 4 sznob. És hát bennem is elindított valamit ez a dolog. Elmentem a mosdóba. És a mosdó is annyira szupermodern volt, hogy mozgásérzékelős volt a villanykapcsoló így az előtérbe. És így bemegyek, suhintok, semmi. Azt tudom, hogy alacsony vagyok, de ez már sértő volt. Suhintok még egyet, még mindig semmi. Kezdtem magamat úgy érezni, mint Harry Potter pótvizsgán. És akkor belekezdtem egy ilyen orosz folklór műsorba. Ekkor a villany fölkapcsolódott, én benyitottam egy fülkébe, de ott már kucorgott valaki. De nem tudott rám haragudni, mert hát egyrészt nagyon régóta ült ő már itt a sötétben. És most még egy kis folklór műsort is kapott ingyen. Plusz ő már tudta azt, amit én még nem, hogy innentől neki 70 másodperce volt arra, hogy világosban elhagyja a helyiséget. Én ezt nem tudtam. Én gyanútlom, még röhögtem is rajta a szomszéd fülkém, hogy csicsa, pif, pap, tudjunk, elhúz. Röhögök, veszek egy nagy levegőt, tuff, és sötét lesz. Na, ekkor már nem tudsz belemenni egy orosz folklór cuccba, hanem letolt nadrággal így kipingvin ezzel az előtérbe. Mert ugye az előtérben van a mozgásérzékelő. És deréktől lefele megbérítve, így szigorúan válból és karból egy YMCA-t előadsz. Ebben a pillanatban világos lesz, és benyitnak. Kovács András Péter, a tévében nagyobbnak tűnsz. Úgyhogy így jártam én. Na és visszakanyarodva és befejezve az összevesküvés elméletekkel, hogy most beindult az új ügyfélkapu 2.0, és az szerintem egy csillagkapu, amin keresztül idegen galaxisból bombáznak majd meg téged APEC ellenőrök. Csak mondom, múltkor láttam próbavásárlást, kicsapta a flapnyét 2 APEC ellenőr a pultosnak, hogy a pultos nem adott blokkot, ők kicsapták a flapnyét, hogy ha, ez egy próbavásárlás volt. Pultosnak szemesen rezzent, azt mondja, igen, na jó, most, hogy lepróbáltuk, mehet élesben. És hogy már mennyire rezisztensek vagyunk tényleg a dologra, egy haveromnál most házkutatást tartott az APEC, és kérdeztem, hogy és alaposak voltak? Azt mondja, viccelsz, egy csomó zoknimnak meg lett a párja. Na mondjad, mi a gond? Vettem egy gépet. Milyen gép az? Hát, milyen ezüst szürke. A tévé, amit adtak hozzá, az fehér, a gombok meg fehérek. Fehér. Istenem, hány gigás a proci? A pocimban nincs gigám. Csak a nyakamban. Nyakam. Entlon processzor vagy Intel? Jó, majd Intek. Na jó. Hagyjuk. Konkrétan mi a baj? Hát több baj is van. Azt mondják, lehet, hogy vírusos. Ja. Valószínű a flashget fölnyomta a trójait. És ne használj Explorert sem, mert az is telerak trójaival. A lovat még nem láttam. Milyen lovat? Hát most mondtad, hogy valami trójai faló fölnyomakodott. A trójai, ez egy vírus, olyan, mint a Kurnyikova, de Nortonnal ki lehet írtani. De ennyire utálod az oroszokat?
Nekem mindegy, hogy milyen vírus, én írtom. Régebben sokat cseteltem ICQ-n, azt az tele volt a vinyom meg a boot szektorom is trójaival. Azt, amióta IRC-zek, azóta elég egy tűzfal, és még a hackerek se tudnak bemászni a gépembe. Zónalarmba belövöm a proxit, az zsír. Aha. Értem. Te bajok akkor kezdődtek, amikor úgy megállt a képernyő, és az a kis nyíl meg nem akar mozogni. Lefagyott a rendszer. Hát elég hideg volt, az tény. XP Linux, mi van fönn? Hát csillár. A gépre mi van fönn? Ja, értem. Kis lámpa. Tényleg úgy őszintén, mi a fenének kellett neked megvenni azt a gépet? Van egy rakás fölvétel a régi szerepeimből, a filmjeimből, azt Racsatella, a Csodafilm, stb. Aztán azt mondták, hogy a DVD-n is lehet tárolni őket, mert az sokkal jobb, csak kell hozzá egy számítógép. Ja, jó, figyelj. Fogod a VHS-t, egy soros porttal hozzákötöd a PC-hez, MPEG-be főpakolod a mozikat, DivX-el becipeled, azt jó van, pufferelni nem kell zsír. Ilyen egyszerű. Pedig már azon voltam, hogy nekiállok pufferelni, de... Minek? Hát nem kell. Nem. A múltkor én egy MP3 bootleget 192-es bitrátával konvertáltam NVA-ba. Zsír, kész. Sőt, még a Spiggy Boy Maxi CD-t is begebreltem. Nem volt gáz, érted? Ja, ez a Maxi pufferelés, ez így fogyasztja a gázt? Igen. Igen, így fogyaszt, meg fogok itt őrülni. Most hiába a hisztizel, én nem értek a technikához, a fejem tele van szövegekkel, minden nap próbálok, játszom ide-oda a rohangálókat. Jó, de azért DVD-le játszol, csak be tudsz kapcsolni, vagy egy telefont. Hát... Képzeld el, nem. Pedig a telefont állítólag a számítógéphez is hozzá lehet csatlakoztatni. Igen, Bluetooth-tal. Micsoda? Bluetooth. Bluetooth, te is, fiam, Bluetooth. Nekem is van, igen. Igen. De lehet, hogy a te Nokiádat infrán látja. Pantopod van? Há, van, hogy ne lenne. Az mi a? Olyan, mint a notebook, csak kisebb. Tök zsír. Meg már láttam olyat, amiben Abit alaplap van, rajta TV-chipset AGP meghajtóval zsír. Azt én nem szerettem. Micsoda? A chipset. Belemegy a fogamba. Kemény, nagyon van sózva, nem? Te figyelj ide, tényleg nekem lassan mennem kell. Jó, mondd el végre, hogy mi a baj a gépeddel. Jó, tényleg most már ne bosszantsuk egymást. Nincs nekem ehhez energiám, fáj a fejem, ezernyi gondom van. Annyit mondjál meg, mi van akkor, ha a képernyő megáll, és a kis nyíl meg nem mozog. Lefagy a rendszer. Valószínű, a proci nem kompatibilis az alaplappal. Próbáltam már rebootolni ilyenkor? Nem. Látod, ez még eszembe se jutott. Pedig tudhattam volna, hogy butorni kell. Na jó, butorni. Butorni. Rebootolni. Rebootolni. Hát ez... Jó, nyugi, nem kell kiabálni velem. Rebootol. Alt, Ctrl, Del, de lehet, hogy újra kell installálni az egész rendszer, talán még a BIOS-t is. Meg a törít, meg a mapekot. Mostán újra kell érettségiznem, vagy... Alt, Ctrl, Del, format C, setupolod a BIOS-t, bepakolod a CD-t, install, reboot, az zsír. Hát most már minden tiszta. Megyek meg, próbálom, szóval veszek zsírt. Hát, de figyelj, tényleg, ha már így összejöttünk, na, arra úgy, hogy kiabáltam, minden csak... Nem. Múltkor elküldtem neked egy pár írásomat, elolvastad? El. Zsír. Már nem. Tudnál segíteni? Mert látod, én is milyen hasznos tudok lenni nálad PC-ügyben. Persze, hogy segítek. Először is az írásaid nagyon jók, csak van bennük némi inkoherencia, ami etimológiailag, koncepciózusan nem képes egy egész szegmensé összeállni, és így egy teljes diszonancia uralkodik. Szerintem előbb setupoljad a Bluetooth-ot, empegezzed a procit, ami zsír, aztán már csak a proxit kell belőni a zólanalalalala, csak a zsír. De ez lehetetlen, én ezt nem tudom megcsinálni. Na látod, a színdarabírás se.
tisztelt falugyűlés! Halljuk! Halljuk! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat Csát nagyközség újra választott képviselő testülete nevében. Ahogy itt körülnézek, sok új arcot látok, ezért meg is kérem, hogy mutatkozzunk be egymásnak. Fazekas Pál vagyok, a szlovén, horvát, szerb és kínai kisebbség nevében. 161 szavazat. Tóth Elvira. Doktor. Biológiás vagyok, a szlovák kisebbség nevében. 162 szavazat. És már is tiltakozást jelentek be. Hogy lehet az, hogy Fazekas képviselőtársam, én, akinek már a dédapját is megismertem egészen közelről, most egyszer csak kiderül róla, hogy szlovén, horvát, szerb és kínai. A József Attila irodalmi szakkör által szervezett véradáson derült ki, szlovén, horvát, szerb és kínai kavarog-e szívbe, ahogy a költő mond. Mi a vércsoportja? RH Turmix. Én egyébként az Elvirácskáról se tudtam, hogy szlovák. Eddig én sem. Aztán felvilágosítottak, hogy a nevem miatt indulhatok, és azonnal lenne is egy napirendi javaslatom. Állapítsuk meg most azonnal a fizetésünket. Úgy van az. Ez jó. Helyes. Emberek, hát menjünk szépen sorba előbb. Kati mama. Lelkecském, én Hegyes Katalin vagyok. Aki nem ismerne, a falunkba levő svájci kisebbség nevében egy szavazat. Svájci? Én az öreg süket gyuszi svájci sapkáján kívül nem tudok a faluba svájciról. Aranyom, a tehenem az svájci. Meg tudom mutatni a marha levelit. Itt van, tessék, Kantoni Milka. Na jó, hát menjünk tovább, ember, menjünk tovább. Kérem szépen, én a roma kisebbség nevében vagyok jelen, eme nemes testületben. Engedtessék meg a nevem Báó Prevnicai Setét Vendel, aki nem ismerne. Azt kikérem maga, fölháborít! Ugye, Vendel bácsi, maga mióta roma? Hiszen a háború előtt magáé volt a fél falu, még a pap is kézcsóka köszöntötte körmenetkor. És amikor 56-ban kilőtték a konyhájának az ablakát, hetekig a kutyabőrre volt betakarva a líg. Kérem szépen, én meg tudom mutatni a családfámat. Nem tessék elővenni. Én azt ismerem. Kiszáradt az már, Vendel bácsi. Az 1600-as évek elején egyik ősöm, egy bizonyos olajba főtt Dezső, akinek köszönheti a világ a Szaudínia felfedezését. Nos kérem, ez az ősöm közeli kapcsolatot tartott fenn a konyhával egy kézilánnyal, bizonyos Fújás Mávival. Ennek lett a gyereke Báó Setét Abigail, úgyhogy joggal fogadta el a jelölőbizottság, hogy a roma kisebbség nevében induljak. És mit szóltak hozzá szavazáskor a romák? Örültek nekem, egészen a kapumi kísértek, botokkal meg kapákkal. Tisztelt falugyűlés, miután itt engem választottak meg újra polgármesternek, most eltekintenénk attól a régi hagyománytól, hogy bizottságot állítsunk fel annak megállapítására, hogy mennyit lopott el az előző önkormányzat. Tiltakozom, én igenis tudni akarom, hogy maga miből építette az alumínium nyúlketrecét. Igen, szerintem is szükség van a tisztánlátásra. Javaslom, hogy a Vekker Laci vezetésével állítsunk fel egy vizsgálóbizottságot. Miért pont a Vekker Laci? Nehéz kimondani. Mert ő szokott hallgatózni a gyontatószéknél. Javaslom, legyen a vizsgálat neve üvegfül program. Kérem
szépen, most derült ki a tehenemről, hogy nem felel meg a NATO szabványnak. Ugyan miért nem? Mert nem megoldott a levegőben való utántöltése. Kató néni, mikor volt a maga tehene a levegőben? Legutóbb májusban, amikor fölfúvódott a lucernásban. És akkor mennyit keresett rajta? Ráírta az oldalára azt, hogy kaszkó. Elsőre fel a nyíregyházi hőlégbalon verseny. Kérem, tessék jegyzőkönyvbe venni, hogy a szlovén és a többi kisebbség nevében tiltakozok a polgármester eljárásra. Ne, hát miféle eljárás? Az, hogy magát 611 szavazattal választották meg, és hogy pontosan 611 új állást csinált az önkormányzatnál. Maga úgy hálálja meg a szavazatokat, hogy jó fizető állásokat kreál nekik. Követelem, hogy válaszoljon. Ne erről beszéljünk, emberek, hanem inkább a fizetésük. Az nem kaptam választ az előző kérdésemre. Maga fazekas például 195 ezeret kap plusz gépkocsi használat. A választ elfogadom. Haladjunk tovább. Na jó, de beszéljünk végre az én pénzemről. Én például mennyit kapok? Elvirácska maga tavaly felgyújtotta a nyári konyháját. Úgyhogy jövőre maga fogja csinálni az augusztus 20-ai tűzi játékot. Nem kellene arra közbeszerzést kiírni. Ugyan minek, kiírhatunk, de csak olyat, mint a katonini tepsije. Milyen az én tepsim? Le van vajazva, édes. Jól van, emberek, az új önkormányzati alakuló ülésen megállapítottuk a fizetéseket. Mit vegyünk még a jegyzőkönyvbe? Vegyük be például azt, hogy a Roma kisebbség követeli, hogy a volt tulajdonos kapja vissza a sötét kúbúját, ahol jelenleg a kultúrház működik. Kéne mi? Ilyesmi, ezért nem adom az aláírásomat. Inkább azt vegyük be, hogy a biológia tanítás fontosságát átérezve a helyi szlovák kisebbség azt kívánja, hogy a biológia tanárnő 150% közalkalmazotti fizetésemelésben részesüljön. De hát látszó! Én a szlovén-kínai és a többi kisebbség nevében ezt az indítványt egyenesen kiröhögöm. Ha-ha-ha-ha-ha! Mi szlovén és a többi azt kívánjuk, hogy a Köves út menjen tovább a Rákóczi utca 15-ig. Még mi kéne, mert maga ott lakik, akkor az menjen tovább a 23-ig, és álljon meg ott a távolsági busz, meg a legelőn is. Ezt követeljük a faluba, mi svájciak. Milyen svájciak? Ne, de emberek, hát csendet, emberek, csendet kérek. A fizetésünkön kívül még valamit be kell vennünk a jegyzőkönyvbe. Mi az, amiben egyetértünk? Hát az, hogy megállapítjuk, hogy a jelölt állítás szabályai szerint Csát nagyközség képviselőtestületében a többség kisebbségi. Ez a... Automatikus, önműködő számtantudós. Barakajtó, gazdagon díszített, szocialista, irrealista stílusú, funkcionális iparművészeti alkotás. Legszebb hazai példányait ismeretlen recski mester alkotta. Bitangol, elkoborolt brit számítógép memória egység. Bölcskádi. Higiéniomániás arab törvénytudó. Tiszta és világos ítéleteit csak fürdés közben képes megalkotni. Csap, hajdan bő, manapság egyre szűkebb keresztmetszetű áteresz a magyar-szovjet határon. Exhibicionista. Magamutogató zsidó-nacionalista. Oboa. Idősebb, óriás kígyó bőrével bevont, tekergő hangú síp. Okarina. Ludmilla Nikolajevna Okarina, a szovjet állami hangversenyzenekar világhírű hétlyukú fuvola művésznője. Sarki Tündér.
Sarki Tündér az elmúlt hónapokban mesebeli átváltozáson átesett gyalogos rendőrjárőr. Temperatúra. Temperatúra. Vízfesték felkutatására szervezett kirándulás. Tesped. Tesped, lomhaságáról, nem törődömségéről híres fuvarozó vállalat. Tiki-taki. Tiki-taki. Kisebb tengerszem az Andokban, nem messze a Titikakatótól. Nevét a jeges vizében rituális fürdőt vevő indiánok fürdőzés utáni jellegzetes foghangjáról kapta. Van szerencsém elmesélni önöknek a Fekete napsütés című új magyar süketném a filmt. Önöknek pedig lesz olyan szerencséjük, hogy nem nézik meg ezt a műalkotást, amelynek legnagyobb erénye, hogy alkotói el sem készítették. Ha megengedik, előre bocsátanám a film eszmei mondani valóját, amely monumentális kifejezője annak a zsákutcának, ahová a film készítői, és velük együtt mi is el fogunk jutni. Tehát a majdani leszűrendő tanulság: ne kerülgessük a kását, mint ateista macska a templom egerét. Mert esetleg eltalálunk szédülni. Az első képen egy fali órát látunk. Az óra érzi, hogy ütött az utolsó órája, ezért elműti az utolsó órát, majd jobb létre szendelik. A következő jelenetben egy repülőgépen vagyunk az óceán felett, a Marcona külsejű, de alapjában véve jószívű repülőgép rablók éppen szélnek eresztik a túszaikat. Ismét vált a kamera. Éjszakai temető kapuja előtt egy öreg nénike kínálja portékát. Koszorú magot tessék. Koszorú magot tessék. Közel s távol ő az egyetlen élő ember, rajta kívül csak néhány kihalt lélek jár arra. Már is bent vagyunk a temetőben. Egy árnyék tűnik fel az úton, mögötte lassan lépked gazdája. A gazda kezében valami hosszú. Talán dorong? Nem, téli szalám. A férfi időnként harap egyet szalámiából. Bizonytalanul eszik, bizonyosan ibott. Most meggyújtja a pipáját, vár, és csak mikor már jól ég, akkor dobja el. A lángoló pipa fénye egy sír feliratra esik. Itt fekszik Zuzmara János. Elesett a háborúban, nyugodjék békében. A férfi elolvassa. Arcára kifejezéstelen kifejezésül. Körülnéz. Látja, hogy nem lát senkit. Előveszi zsebkendőjét, és kifújja az orrát. Megy, néha megmegáll, egy orfúvásra, vagy egy harapás szalámira, majd folytatja útját. De hova? Hova? Tovább. Hova tovább megunja a kutyagolást? És leheveredik egy hatalmas, az éjszakában különösen jó árnyat adó gesztenyefa alá. Fejét a szalámi rúd megmaradt csonkjára teszi, s már is alszik. Vonásai kisimulnak, arca nyugodt. Valószínűleg azt hiszi, hogy vége a filmnek. De nincs. Mert az író úgy döntött, hogy a pasas most álmodni fog. Álmában hirtelen arra ébredt, hogy alszik. Jó
jól emlékszik, előtte azt álmodta, hogy ébren van. Egy lakásban van, mondjuk otthon, de hogy kinek az otthon, azt nem tudni. A nappaliban fekszik egy éjjeli és egy reggeli társaságában. Bekapcsolja a rádiót. Meghallgatja a reggeli tornát. Mert első az egészség. Utána kimászik az ágyból és az órára néz. Az óra, mely feltűnően hasonlít az első jelenetből megismerthez, áll és figyel. Egyszerre megindul. Csak jön, jön. Az ipse rájön, hogy rájön a bolondóra. Hozzáér, szájába veszi a papucsát, a férfi mindhármat felhúzza. Aztán irány a fürdőszoba. Tisztálkodás gyanánt magára húzza a vizet, de fogat nem mos. Minek? Úgyis egész éjjel egy pohár vízben állt. Hosszas keresgélés után megtalálja a szemüvegét, amikor rálép. Átnézi az újságot, majd rögtön el is használja. Ez alatt reggeliét megette a macska. Megette a fene. Kinéz az ablakon, és mivel szép idő van, úgy dönt, hogy könnyen öltözik. Csak egy inget kap magára. Az utcán általános feltűnést kelt a félmeztelen férfi. Kezében egy törött szemüveggel. Üzőbe veszik, futva menekül. Közben belső monológ. Az áldozatnak, amíg él, nincs jog azt kiabálni, hogy gyilkos, gyilkos. Ha nem lennék ilyen gyáva, bátran beismerném, hogy milyen gyáva vagyok. Hirtelen egy rendőr ugrik a férfi el és rákiált. Feltartóztatom, letartóztatom. Hősünk azonban átugrik a kerítésen, ezzel végképp lerázza magáról az üldözőit. Mi már tudjuk, de ő még nem, hogy abba a temetőbe jutott, ahol most éppen alszik. És ezt a mérhetetlen sok marhaságot összeálmodja. Óvatosan settenkedik, míg egyszerre csak saját magára bukkan, amint ott fekszik a gesztenye falatt. Habozás nélkül lehúzza magára a nadrágot. És felhúzza magára, aztán mielőtt felébredne, elfut. A felvevőgép most a csillagos eget mutatja. Ez azt jelenti, hogy a férfi végül csak felébred, de nem találja magát. Megjelenik a vége felirat, mire az író terve szerint lassan a közönség is ébredezni kezd. Miközben kidódulnak a moziból, az ajtóban egy öreg nénikébe ütköznek, aki így kínálja portékáját. Koszorú magot tessék! Szól, mert sajnos nem hangoltuk jól. A dallam hiába szép, ez szörnyű, hamisságtól mindenki fogja a fejét. Hú, ki a sikerben bízva muzsikál, az bizony ilyet nem csinál. Annyira hamis ez a dal, és hagyjuk most hamar.
Prémium. Rádiókabaré Ács Gáborral. Tihos József óriási találmánya volt a Rádiókabaréban a falugyűlés. Az egyik legviccesebb epizóddal zárjuk majd kabaré összeállításunkat, érdemes lesz velünk tartani. Köszöntöm Önöket, Ács Gábor vagyok. Meglehetősen alacsony ember és nagy humorista volt, fogalmaz a kabaré lexikon Királyhegyi Párról, akinek bemondásai legendásak voltak. A Fészekklub művész vendégei szájról szájra adták tovább egymásnak, de sok poént őriznek a magnószalagok is a Magyar Rádió archívumában. Királyhegyi Pál a 20. századdal volt egyidős. 1900. decemberében született és 1981-ig élt. Eleinte statisztált Hollywoodban, később forgatókönyveket írt, majd újságíróként dolgozott, író-humoristaként pedig ismert lett. 1944-ben deportálták, 45-ben térhetett haza. 1946-tól a budapesti kabaréknak írt jeleneteket. Humoreszkjeit többek között a Ludas Matyiban jelentette meg. Közönség előtti anekdotázásai felérnek egy kabaréval. Mint hallani fogják, elég volt a nevetéshez, hogy Királyhegyi kiállt a színpadra és sztorizott. Nem tudom, emlékeznek még erre az éberség korszakra, amikor a Ludas Matyinál dolgoztam, mint belső munkatárs, és megjelent az éberség, és volt egy ilyen kövér kis nő, ő volt az éberség, minden áldott nap bementem a Ludashoz. Vagy pénzért, vagy írtam, vagy értekezlet, vagy valami volt. Minden áldott nap megállított, neve, mondta Petőfi Sándor. Fölírta, lakhelye, Segesvárból, vigyázzon, 2G-vel. Azt mondta, tudom én, ne tanítson. Másnap megint megkérdezte, hát már bossza, kicsi vagyok, és megismeretet nem ismert, éberség. Neve, mondom, Vörös Marty Mihály. Vigyázzon, 2 työvvel, azt mondta, tudom én, ne tanítson, beírt. Lassakit kifogytam a magyar irodalomból, úgyhogy már ott tartottam, hogy neve, mondom, Shakespeare Vilmos 2G-vel, vigyázzon. Most ebből a 2G-vel lebuktam, mert ez a Shakespeare a 2G-vel valahogy kiugrott ebből a kis cédulából, úgyhogy nagyon leszítak, hogy viccet akarok csinálni az éberségben, akartam, csináltam is. A képes vigyelőnél dolgoztam, Vásárhelyi ott a főszerkesztő, és akkoriban államosították a lapokat, és Gál Feri volt a vezérigazgatója minden lapnak, és kértem 400 forint előleget, ma se tudom miért, és a Vásárhelyi megadta, de formailag alá kellett írni a Gál Ferinek, elmentem a Gál Ferihöz, aztán nincs itt, no, hol van? Szóval szembe van a Légrádi házban, Petőfi ünnepség van. Hát 400 forint átmentem. És volt egy ekkora kis liftes lánya, 50 körül lánya, és magamat mulattassal mondtam, Petőfi Sándor úr már itt van? Azt mondja, mit gondol, bemutatkoznak ezek nekem? Most fölmentem a második emeletre, a Bodó Béla szegélyként tartotta a beszédet, be kell mondanom, dicsérte a Petőfit, amivel szokatlan volt. És hogy jobb kedvre hangoljam, elmondtam ezt a Petőfi dolgot, vége volt az ünnepségek, jöttünk le gyalog, és erre azt mondta a palikám, nem igaz. Hát mondom, ne, hazudok. Leértük a földszint, azt mondja, és ha megkérdezem, mondom, tessék, kérdezz meg. Oda ment, azt mondja, mondja ki, Petőfi Sándor itt van, szóval ki ez már másodszor keres? Na most ezzel a kis történettel átlettem a Victoria kávéházba, akkor még Maszek volt, az Alterosi volt a kávés, és volt egy óriási asztalunk, Karádi Katalin gombaszöggel, rengeteg Dolnai Klári, rengetegen voltunk ott. Egyébként üres volt a kávéház, csak messze-messze volt a Somló Pista, emlékeznek rá, színész volt, bűbájos, és elmondtam ezt a dolgot, Alter azt mondta, kipróbálom, és kijött Tétován a telefonosni, azt mondta, Zrínyi Ilonát a telefonos. Zrínyi Ilona nem jó, na hívja a Kossuth Lajost. Azt mondja, ne hülyér, majd próbáljuk ki. Erre fölhívta a telefonos nő, kijött, oda ment a Somló Pistához, megismerte azt, hogy a Kossuth Lajos telefon.
Erre a Somló Pista fölállt, tudta, hogy ez a hülyeség csak tőlem ered, és odaszólt, azt a palikám, ha még egyszer azt üzeni, nem megyek. Királyhegyi Pál történeteiből még számos hangfelvételt őrzünk, lesz még mind nevetnünk máskor is. De most, hogy javában tombol a nyári szünet és nincs tanítás, kockázatmentesen indíthatjuk el nyári sorozatunkat, a Suli Kabarét. Mint az előbbi történetekből kiderült, szükség is lesz rá. Az idén Karinti gyűrűvel díjazott Varga Ferenc József 2008-ban írta meg a Tanévnyitó című jelenetét, amit Aradi Tiborral adtak elő. Tisztelt szülők, tisztelt tanárok, kedves gyerekek! Most hallgassátok meg! Veőre Sándor! Kezdődik az iskola című versét a harmadik osztályos kővágó Zoli előadásában. Veőre Sándor! Kezdődik az iskola! Donási Magda verse. Könyvtól tint a ceruza, megszámológép, kezdődik az iskola, rontom-bontom, kezdődik az iskola. Csányi Gusztávné szól önökhöz hozzátok. Rontom-bontom, kezdődik az iskola. Donászi Magdavert. Tisztelt szülők, kollégák, kedves gyerekek! Minden évben eljön a szeptember, de a többi hónap is. Vége a nyárnak, kezdődik az iskola. Donászi Magdavert! Kint a ceruza, holló papír ragasztó, rontom-bontom, kezdődik az iskola. Kezdődik az iskola. Voltam az is. Nagyapám sokszor mesélt nekem, milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek. Jó, van, és amikor jó. Elkéstünk, és akkor mi ő volt? Ő is szeret hallgatni a nagyapját, hogy milyen volt az élet. Kisfiam, akkor, ne szóljak rád még amikor egyszer. Amikor a nagyapám nagyapja volt gyerek. Így ment ez generációkon át, amíg meg nem unták. Ti emlősök, nem, elsősök. Jó most, van, Mano. Most nagy lépés előtt álltok, mert a kapu előtt csőtörés volt. Minden kedves diákunknak jó munkát, eredményes tanévet kívánok. Most pedig hallgassuk meg Képes Ernő versét Horváth Sanyika előadásában. Képes Ernő, első nap az iskolában. Donászi Magda verse. Mennyi érdekesség, mennyi izgalom. A tanárnéni, ha belép, álljon fel a kis öcsém! A táblához gyere csak ki! Szól a néni is, kimegyek, a kezembe krétát is ad, ne szólj be, mert beverek! Megtanító türelemmel, hogy kell húzni vonalat, s hogy a ceruzáddal hülye gyerek ne játsszál a pad alatt. Mennyi lány van az osztályban? Beja, Éva, Zsuska, némelynek a segge jó, de a feje rusnya. Első nap az iskolába, padba ülök, figyelek, 800-szorra csak kiárom a első osztály gyerekek. Iskolánk énekkar előadása. Na most!
mondjad! Csá! Itt vagyok a iskolában a gyereknek a ünnepején. Most megy a himnusz, igen. Jó. Kezdődik az iskola. Tanászi Magda verse! Kezdődik az iskola! Kezdődik az iskola! A tanévnyitó című jelenetet Aradi Tibor és a szerző Varga Ferenc József adta elő. Prémium. Prémium. Rádiókabaré. Ihos József nagy sikerű sorozata volt a Rádiókabaréban a falugyűlés. A csátiak időről időre a művelődési házban jöttek össze, hogy megvitassák a falu ügyes-bajos dolgait. Túl a poénokon a sikertitka minden bizonnyal az, hogy a szerző szerethető karaktereket teremtett. Akik megszemélyesítik, Bajor Imre, Boncz Géza, Nádas György, Szilágyi Tibor és a sorozat írója Ihos József. Visszakapcsolunk tehát a 90-es évekbe. A csátiak apró cseprő ügyei ma is érdekfeszítőek. Tisztelt falugyűlés! Halljuk! Mai összejövetelünk célja, hogy megbeszéljük a csát nagymarosi borlépcső ügyét. De napirend előtti pontként először is gratulálunk a kuratóriumunk tanárnőjének a kitüntetéséhez, a polgári három kereszthez. A kiadta a kuratórium? Nem, a laboratórium. Egyébként holnaptól már nem a kuratóriumban, hanem a kispostán dolgozom. És miért? Mert ott tudom csak hasznosítani a nyelvtudásomat. Tolmácsolni fog? Nem, én nyalom a bélyegeket. Továbbá gratulálunk Kató néninek az ezüst lakodalmához. Köszönöm szépen. Hogy sikerült az esküvő jebén? Én sajnos alig bírtam elrágni a rántott szeletet. Annyira rágos volt? Nem, elfelejtettem fihajtani a fátyolamot. Ez volt visszatérve napirendünkre, mint tudják, a hágai döntés sokkal több pontban marasztalt el minket, csátiakat. Igaz, hogy a plébános úr hágaadó istentiszteletet is celebrált, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy döntetlenre kikaptunk. Ehhez nekem is lenne egy felszólalásom. Tessék! Először is bemutatkoznék dr. Orsos Internet. Borúgyi tanácsadó mellesleg Duna csúnyi lakos. Hát az én feleségem is csúnyi. Mi látja? Nagyon csúnyi. Szóval már engedtessék meg, hogy befejezzem az én mondásomat. Ha már így összekvaterkáztunk egymás köröttem, és beszélhetek végre. Csak azt akarom mondani, hogy a Márton bácsinak is volt döntése hágába. Ne mondja, és mit döntött? Húz kis fröccsöt magába. Ez nekem is lenne egy felszólamlás előtti felszólamlásom. Aki még nem ismerte dr. Tóth Elvira, biológiás, a csáti borlépcsőt vizsgáló bizottság titkára, egyébként NATO-kompatibilis hajadon. Hát de hiszen magának van vőlegénye. Igaz, de a vőlegényem sajnos siketnéma, plusz dadog is. Ha miből gondolja, hogy dadog? Abból, hogy remeg a keze. Az a baj, hogy mi ökológiai és környezetvédelmi döntésre számítottuk, ehhez csupán a szerződés jogi részét vizsgálták. Ez a borlépcső megbontja a falu flóráját és lőréjét. A kiszáradnak a hordóink, berosdásodnak a pincelakatok, eltűnnek-e a helyről a seregélyek is, a kivilágítatlan ingatag biciklista. Na jó, hát tapasztaltak már ökológiai egyensúlyvesztés. Csak a Márton bácsi nál, amikor jön haza a kocsmából. Orsós úr, maga rokon az itteni vállalkozón? A kisöccse vagy. Biztos, hogy kisöccse? Nyugalom, én már utána néztem. Sajnos kisebb, mint gondoltam. Én már nem bízok már senkibe, egyedül a Habcsók úrba. Majd ő megmenti a hazát. Igen ám, de az árral szemben nehéz. Miféle árral? Hát a Mecsi árral.
zsidózoknak. Teljesen mindegy, mi kivándorlunk Kanadába, ott él a kisebbi középső nagyapám indián törzsfőnök. Mi az indián neve? Tüzes zseb. Megkérem a tanárnőt, hogy röviden ismertesse a borlépcső történetet. Kérem szépen, 77-ben faluközi szerződés született, amit még a régi tanácselnök, azaz a mostani polgármester úr írt alá. Igaz, igaz, de mint ahogy a költő mondá, ők fogták ceruzámot. Na ezt a témát csak hagyjuk. Miért a faluban hetek óta kering egy videókazetta? Két orszós lányan, orszós anatómiával és orszós peronoszporával. Hát nézze, nem tagadom, de aki látta, az tudhatja, hogy én ott is keményen kiálltam a falu ügyéjén. Édesem, láttam a maga videóanyagát, hát, ha az én iskolámba járna, akkor kirúgnám. Lógásért. Visszatérve a borlépcsőre, 81-ben már sejtik a hibákat, és lassítják az építkezést. És hogyan lassították? Úgy, hogy az összes munkagép behúzott kézifékkel dolgozni. Nézzék, emberek, Hágának az az üzenete, hogy egyetlen szomszéd falu se torzsalkodjék egymással, hanem oldják meg a vitáikat békésen egymás között. Ne úgy, mint a magyar-jugoszláv meccs szurkolói. Hát kár, hogy nem a Márton szomszéd volt a magyarok labdája. Mi? Mert mindig be van rúgva. Tisztelt falugyűlés, további napirendi pontunk a csáti tőzsdekra. Na és mi volt a legnagyobb esés? A Márton bácsi. Ugyanis a tőzsd előtt becsípte a nadrág szárát a biciklikül. Azóta ellepték a falut a tőzsdecápák. Engem is tőzsdecápának tituláltak? Még hogy tőzsdecápa, édesem, maga nálam még tőzsdesneci se lehet. Utolsó napirendi pontunk a csáti NATO próbaszavazás. Nekünk orszósoknak meg van otthon videón a NATO. Melyik NATO? Hát a Terminátó. Katró néni, na, mit karikázott be a szavazólapon? Az, hogy készült az alföldi nyomdában. Én viszont igennel szavaztam, mert annak idején aknász voltam. Amikor 44-ben aláaknáztam a falut, javultak is a házasságok. Miért? Mert senki sem mert félrelépni. Na tényleg, tanárnő, maga hogyan dönti el, hogy aznap megcsalja a vőlegényét, vagy nem? Drágám, feldobok előtte egy forintot, ha fej, akkor megcsalom. És ha írás? Akkor még egyszer dobom. Bajor Imre, Boncz Géza, Nádas György, Szilágyi Tibor és a szerző Ihos József voltak a falugyűlés résztvevői. Közvetlen munkatársam Forgács Sára nevében is elköszönök, további kellemes rádiózást kíván Ács Gábor. Viszont hallásra! Ez a Kamaré Club Podcast. Hát lát a szíveim! Mindenkinek kusztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj! Mostantól minden pénteken este 8 órától várlak benneteket kabaré jeleneteimmel, annak, akinek nem elég 5 perc. Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már? Tessék kiszállni! Nem vas edény! Nem, tegye le! Mert ezt a szértéket őrizzük nektek. Mibe tartották a nyilat? Tokja volt tisztelt, nem tudom, emlékszem. Persze, az ofot értó kapta. Nem. Mibe tartották azt a rohadt nyilat már, mondja már. Na, meg. Hát ez a... Kopasz, tegez! Cseszki, akkor se tudom, na! Szeptember másodikától minden pénteken Kabaré Club Podcast a YouTube-on. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.